Győrben egy 11 éves kislányt sebesített meg egy szilveszteri tűzijáték Kiskunhalason, pedig rakétával lőttek be egy lakótelepi lakás csukott ablakán. Szerencsére akkor éppen senki sem tartózkodott a helyiségben, így senki sem sérült meg. A rakéta átszakította a negyedik emeleti ablakon leengedett műanyag redőnyt, és áttörte a dupla üveget is. A lakótelepen egyébként az önkormányzat korábban rendeletben tiltotta meg a rakétázást. Bent néztük a szobába a tévét, egy 60-as durranás hallottunk, láttunk egy kis villanást, jöttem kifele, hogy azt hittem, hogy leesett valami a konyhába, bejöttem a konyhába, és egy hatalmas villanás, nagy füst, köszöntöttek a boldogó évet nekünk, belőttek az ablakon rakétával.